Szeptember 14-én közel 800 résztvevő az ország számos pontjáról, Bonyhádról, Miskolcról, Szolnokról, Ceglédről, Nagykörösről, Kecskemétről, 60-ból, Pécsről, Siófokról látogattak ki az 5. alkalommal megrendezett MTSS családi napra, amelynek idén is a Magyar Vasút Történeti Park adott otthont. A rendezvényt Buzásné Puc Erzsébet, az MTSS elnöke nyitotta meg. Dr. Mosóci László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára köszöntötte a megjelent tagokat és családtagjaikat. Beszédében kiemelte a folyamatosan javuló foglalkoztatási és munkanélküliségi adatokat, ismertette a mérnökképzés aktuális helyzetét. Kiemelte, hogy a hazai vállalkozások termelékenységének növelése érdekében fontos a jól képzett munkavállalói réteg. Szólt az elmúlt időszakban az Innovációs Minisztérium és az MTSS között létrejött együttműködés fontosságáról. A rendezvény keretében pódiumbeszélgetés zajlott, amelyen dr. Nemeskéri Kutlán Endre, a MÁV ZRT jogi igazgatója, valamint Ács László, a munkaügyi szakértő voltak Buzásné beszélgető partnerei. Az idei téma a munkavállalók felkészítése a technológiai fejlődésre, innováció támogatása a munkahelyeken volt. Buzásné elnökasszony ismertette az MTSS stratégiáját, miszerint szakszervezetünk azon dolgozik, hogy folyamatos információval tudja ellátni tagjait a munkavilágát érintő kérdésekben. Fontos számunkra a dolgozók megfelelő anyagi elismerése, a munka és a család egyensúlyának és a megfelelő munkakörülményeknek a biztosítása. Ennek érdekében KSZ-eket, megállapodásokat kötünk a vállalatokkal. A várható technológiai változásokra igyekszünk megfelelő lépéseket tenni a munkavállalók érdekében, mint például a képzések, átképzések szorgalmazása, különböző tájékoztató anyagok ismertetése. Dr. Nemeskéri Kutlán Endre, a vasútvállalat jogi főigazgatója kérdésre elmondta, a vasúttársaságnál az elmúlt időszakban folyamatosan számos fejlesztés valósult meg, a pályafelújítási munkálatok, illetve a vágányzárak többször jártak a forgalom zavartatásával, ez okozhatott kellemetlenséget az utasok és a vasutasok számára is. A vasútnak továbbra is a magyarországi közösségi közlekedés gerincét kell képezni, ennek érdekében a nemzeti és az Európai Uniós források felhasználásával tovább zajlanak a fejlesztések és a felújítások. Az érdekképviseletekkel kötött 3 éves bérmegállapodás alapján a MÁV csoport munkavállalói 30%-os bérfejlesztésben részesültek 2017 és 2019 között. Valamennyi dolgozó jogosult lett a 4%-os nyugdíjpénztári hozzájárulásra. Évközben számos munkaköri bérrendezés történt. A következő időszak bérfejlesztéseire vonatkozóan elmondta, még zajlanak az előkészítő munkálatok a tulajdonos bevonásával, amely alapját képezheti egy ismételt középtávú megállapodásnak, természetesen a szakszervezetekkel együttműködve. Ács László munkaügyi szakértő arról beszélt, hogy jelenleg a munkaerőpiacon keresleti helyzet van, a munkavállalók alkupozícióban vannak, ugyanakkor recesszió várható, például az autóiparban, viszont ennek mértéke még nem látható a szakemberek számára sem. A recesszió időszakában válnak igazán fontossá az érdekképviseletek, azok a szakszervezetek tudnak majd hosszú távon fennmaradni, amelyek a vállalatokkal együtt gondolkodnak a problémák megoldásában. Foglalkoztatási, munkaszervezési javaslatokkal kell élnünk a hatékony érdekérvényesítés érdekében. Pozitív példaként említette szakszervezetünket az MTSS-t, mivel jól ismeri munkánkat és együttműködési szándékunkat a Mercedes gyárban eltöltött humán vezetői időszakából. A fejlett technológia mellett továbbra is szüksége van az emberi munkaerőre, mert a munkák átalakulnak, illetve újak jönnek létre. Nem kell félni az automatizálástól, hanem a folyamatos képzésekkel támogatni kell a dolgozókat. Beszédében felhívta a figyelmet a gyártósorok kihelyezésére, Ázsiából Afrikába, amely megújíthatja a termelési és foglalkoztatási folyamatokat. A pódiumbeszélgetés zárszavában Buzásné Puc Erzsébet elmondta, a jól képzett szakemberekre minden vállalatnak szüksége van, így a további béremelések és a munkakörülmények javítása a folyamatos automatizáció mellett is elengedhetetlenek. A vállalatok versenyképességének, termelékenységének fokozása érdekében egyre nagyobb szükség van jól képzett munkavállalókra. A képzett munkaerő minőségi és mennyiségi munkát végez, a cég ezáltal eredményessé, versenyképessé tud válni, amely eredményből a munkavállalók is részesülni tudnak.
Felkészítésükben az MTSS jelentős szerepet vállal. Az ízletes ebéd után tárlatvezetés várta az érdeklődőket, ahol megismerhették a vasúti közlekedés múltját, illetve a Magyar Vasút Történeti Parkban kiállított járművek történetét. A park eszközei a csodálatos napsütéses időben egész nap igénybe vehetők voltak. A kerti vasutazás, a fordító korongozás, valamint a vasútmodellek mindenki számára örömteli élményt jelentettek. Az egészségügyi tagozatunk tagjai tanácsadással várták az érdeklődőket. Mellettük a Pécsi Parkinson Betegek Egyesületének közreműködésével, néhány tabló segítségével és személyes információval hívták fel a Parkinson-kor veszélyeire a figyelmet. Frissítő arc és hát masszírozásra is lehetőségük volt azoknak, akik elfáradtak a fergeteges programban. Az Orient csarnokban egész nap színes programok várták a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. A legkisebbek rajzolhattak és színezhettek a játszóházban, amely mellett csillámtetoválásra is volt lehetőség, az MTSS emblémától a Hello Kittyig, a mosolyjeltől a Batman szimbólumig. Az idei évben is lehetőség volt kipróbálni, milyen érzés mozdonyt vagy motorvonatot vezetni. A start sátorban a nagy érdeklődése való tekintettel már két mozdony szimulátor is várta az érdeklődőket. Sokan próbálták ki a drón vezetés élményét. A csarnokban felállított pályán kissé nehezített körülmények között is lehetett próbálkozni a drón reptetéssel. Többen hasznos tanácsokat is kaptak a drónok helyes használatáról. Az idei évben is két kategóriában mérhették össze tudásukat és kézügyességüket a bűvös kocka kirakó versenyen induló fiatalok. A kezdő és haladó kategóriában is voltak bátor versenyzők. Díjazott a kezdő kategóriában Varga Olivér és Pap Fruzsina Luca, haladó kategóriában Horváth László és Szűcs Gergely. A tombola sorsoláson az MTSS ajándékai mellett a Sharebank, az Öltönybirodalom, az Eset informatikai cég és a Baross vendéglő felajánlásai találtak gazdára. Több mint 250 kilométert utaztak a Pécsről érkező breaktáncosok, hogy egyedülálló látványos bemutatót tartsanak. A Szambámor, azaz Szamba Szerelem nevű formáció vérpesdítő táncot adott elő a nézők legnagyobb örömére. Az egyedi kézzel vart jelmezek, az izgalmas zene, az akrobatikus mozdulatok igazi karneváli hangulatot teremtettek.